2019. december 23-án az első döntéseik között szavazták meg az ENSZ-szel frakció tagjai, hogy neki külön iroda járjon a Tolnai megyeszékely polgármesteri hivatalában. Hasonlóra, vagyis arra, hogy pártpolitikai tevékenységhez termet kapjon egy frakció a városházán, a rendszerváltás óta egyszer sem volt példa a Tolnai megyeszékhelyen. Az ilyen szexárd frakció tagjai egy kifejezetten magukrét SMS-módosítást szavaztak meg. Mutatjuk, mit tartalmaz a szöveg. A hétfőnél nagyobb képviselői csoportok számára a polgármesteri hivatal épületében irodát, irodai infrastruktúrát és egy fő irodavezetőt szükséges biztosítani. 2019-ben az ilyen szexárdnak 8 tagja volt a közgyűlésben, vagyis éppen annyi, amennyi az irodához az általuk megírt szövegben kellett. A kormánypártok képviselői, mivel csak 6 voltak, nem lettek jogosultak a külön frakció helységre. Zaják Rita kilépésével viszont az ENSZ-szer tagjai már csak 7 maradtak. Vagyis a maguk által magukra szabott szabály már nem érvényes rájuk, így nem jár nekik külön iroda a polgármesteri hivatalban. Tekintettel arra, hogy Zaják Rita képviselőasszonya jelezte és bejelentette hivatalosan felém is és a polgármester úr felé is, hogy kilép a frakcióból, hogy kilépett a frakcióból, ezért ez a létszám 7 főre csökkent, és erre tekintettel az általuk megalkotott szabálynak a betartását a hivatalnak kell végrehajtani. Ezért a Tolnai megyeszékhely jegyzőjének fel kellett szólítani az ENSZ-szer tagjait, hogy hagyják el a városházán kialakított pártpolitikai tevékenységre használt irodát. Bomba Gábor, a frakció vezetője, a Facebookon reagált erre. Politikai bosszúhadjáratról ír. Azt viszont nem említi, hogy az irodát éppen a saját maguk által írt szabály miatt kell elhagyniuk. Nem tettünk mást ebben az ügyben, mint azt a szabályt, amit megalkottak, azt végrehajtottuk. Az ENSZ-szer tagjainak március 11-ig, vagyis péntekig kellett kiüríteniük a polgármesteri hivatalban berendezett egykori irodájukat. Ács Rezső, a város polgármestere eközben közgyűlési hatáskörben eljárva egy másik önkormányzati épületben felajánlott egy helységet a többségét elveszítő ENSZ-szer frakciónak.